Ebben a gyárban több tucat gép készíti az építőipar egyik leggyakoribb alapanyagát, a cementet. Ez a gép embereket és járműveket szállít a vízen. A Super C osztályú két végű komp az egyik legjobb a maga nemében. Ha begyullad az üzemanyag, a repülőgép másodpercek alatt a tűz martalékává válhat. Az oltáshoz egy roppant hatékony tűzoltó szerkezet, például egy oszkos Striker szükségeltetik. Lássuk, hogyan működnek ezek a gépek. Hogyan működnek a gépek? 12. rész. Helyszínünk a kanadai Ontario tó partján álló St. Mary cementgyár. A homok és a sóder mellett a cement a beton egyik alkotó eleme. Valójában kötőanyagként szolgál. Nagy mennyiségben gyártják, mert óriási rá a kereslet. A világon évente 3 milliárd tonnát használnak fel belőle. Az eljárás egyszerű. A hatalmas köveket porrá zúzzák. A port egy mesterséges tornádon fújják át, majd addig hevítik, míg izzó láva lesz belőle. Így készül az anyag, amiből világunk nagy részét építik. A cement a világ legsokoldalúbb építőanyaga. Az igény olyan nagy rá, hogy a gyárgépei éjjel-nappal dolgoznak. Vizsgáljuk meg a gyártási folyamatot. Először is porított mészkövet, homokot és vasat mérnek ki, amit egy nagy kemencében hevítenek fel. A végeredmény egy erős kötőanyag, amit vízzel lehet aktivizálni. A recept egyszerű, de a nagy mennyiségben történő egyenletes minőségű gyártás már jóval nehezebb. Ha elrontják a keveréket, a végeredmény is selejt lesz. Hogy miért használnak mészkövet? A cementhez kálcium kell, a mészkő nagy része pedig a tengeri élőlények kálciumban gazdag mészvázaiból keletkezett. A cementben a kálcium a legfontosabb a beton építéséhez. A gyárban zúzással kezdődik a folyamat. A mozsárba ejtett köveket a körbe-körbe mozgó kúp aprítja fel. A gép néhány másodperc leforgása alatt ökölnyi darabokra töri az ebédlőasztal nagyságú köveket. A zúzalék futószalagra kerül, és elindul a finomítás következő állomása felé. Ezután még két aprítógép fog gondoskodni arról, hogy a kődarabokból egy hihetetlenül finom por legyen. A következő állomás a kalapácstörő, ami golflabda nagyságúra töri az úzalékot. Ekkor adják hozzá a vasat és a homokot. A keverék aránya is fontos. Ezt számítógépek ellenőrzik. A keveréken bármikor lehet állítani, és a rendszer azonnal elküldi az adatokat az irányító helyiségbe. Következhet az utolsó őrlőmalom. Jókora masina ez is, több mint 5 emelet magas. A kövek keverékét 50 tonnás kerekek kezdik porítani. Ha a beérkező kőmennyiség túl alacsony, a rendszer felgyorsítja a futószallagot. A szívógépek ezután hatalmas tartályokba szippantják fel a port.
az anyag minőségellenőrzésen esik át, majd bekerül a világ legnagyobb silóinak egyikébe. Ha ehhez a porhoz kevernénk a vizet, csak szürke sarat kapnánk, mert ez még mindig csak porított kő. Cement csak a hevítés és a többi adalékanyag bekeverése után lesz belőle. A kémiai reakciók beindításához hőre van szükség. A cement ugyebár akkor köt meg, ha víz éri, de ehhez ki kell vonni a kőből a széndioxidot. Által termelt hő felfelé száll a tartályokból álló rendszerben. A tartályok 7 méter átmérőjűek és 15 méter magasak. A mészkő lefele áramlik a felfelé szálló hőben, és egyre inkább felhevül a kúpos tartályokban. Az ötödik tartályban már 900 fokos. Elérte a határértéket. Ezen a hőfokon új kötések keletkeznek a mészkőben, és széndioxid szabadul fel. Ám a pornak ezután ismét össze kell állnia. Jön a következő fázis. A kemence egyik végében hatalmas lángszórót találhatunk, ami robbanásbiztos ajtón nyúlik át az égéstérbe. A 10 méter hosszú lángot több száz oxigént pumpáló kompresszor teszi még hevesebbé. Modern hőkamerákkal gondoskodnak arról, hogy a hőmérséklet mindenhol azonos legyen. De aki egy ekkora kemencében egy ekkora lángot táplál, annak más gondokkal is meg kell küzdenie. Nem árt odafigyelni a dugulásra, a cső eldeformálódására vagy az esetleges túlforrósodott pontokra, amiktől az egész rendszer leállhat. A kemence folyamatosan forog, így a keverék állandó mozgásban van, akár csak a szárítógépbe helyezett ruha. A cső ráadásul lejt, így a keverék a megfelelő irányba halad. A forgatónyomaték a motornál a legnagyobb, és a távolsággal egyre csökken. A stabilizáló gyűrűkbe gumit építettek, ami lehetővé teszi, hogy a távolabbi szakasz néha megcsúszson. A cső így nem deformálódik el, és nem törik meg. A gyűrűk eloszlatják azt a nyomást, amit a nagynyomású motor fejt ki a csőre. Nélkülük darabokra törne a kemence. A cső másik végére a keverék már 1450 Celsius fokosan érkezik meg. Állaga olyan, mint a láva. Az égető kemencét ezért több százezer tűzálló téglával bélelik ki. A tégla 12 hónapig bírja a megpróbáltatást. Ezen idő alatt a kemencéből 2 millió tonna kerül ki ebből az anyagból, aminek a neve klinker. A részleges olvadástól golyókká állt össze. A klinkert az égető kemence melletti épületben rezgő rostélyokon hűtik le. Az anyagot ismét futószalag szállítja tovább. Ezután keverik össze az utolsó összetevővel, a gipszel. A gipsz lassítja le azt a kémiai reakciót, ami a víz és a cement összekeverésekor indul meg. A klinker és a gipsz arányát hajszál pontosan mérik ki. 95% a klinker és 5% a gipsz. Következhetnek az őrlő dobok, amiknek belsejében acélgolyók őrlik apró szemcsékké a keveréket. Az őrlés után már annyira finom szemcséjű a por, hogy sűrített levegővel egyszerűen átfújják a csöveken keresztül a silókba. 3 órája ez a kőzet még a földkéreg része volt. De a cementgyár gépeinek köszönhetően most már hidakat, utakat, házakat
és más építményeket lehet vele építeni. Íme egy Super C osztályú komp. Kanada egyik tartományában, Brit Kolumbiában szolgál. A parthoz közeli szigeteken több mint 1 millió ember él. Közlekedésüket, illetve az autók és árucikkek szállítását komppal a legpraktikusabb megoldani. A 160 méter hosszú, 10 000 tonnás hajó közel 2 000 utast, 370 személygépkocsit és 32 pótkocsis kamion tud befogadni. Két testvérhajójával egyetemben a világ legnagyobb, kétvégű kompjának számít. De ehhez a címhez nem elég csupán két kapu. Kell két parancsnoki híd, két hajócsavar, két kormánylapát és 4 óriás dízelmotor. A biztonságos hajózáshoz pedig egy halom ultramodern berendezés. Lássuk, hogyan működik egy ilyen komp. A Coastal Celebration nevű kétvégű komp nem más, mint egy hatalmas motorokkal hajtott úszó híd. Az egyik végén bemegyünk, a másikon kijövünk. Így fordulhat elő, hogy az összes autó és teherautó be- és kihajtása nem kerül többe 20 percnél. Ám a dizájnnak vannak hátrányai is. A két hajócsavar nagyban megkönnyíti a kikötőben való mozgást, de valahogy szinkronizálni kell a működésüket. Kezdjük a meghajtással. A hatalmas motorok olyan áramfejlesztőket működtetnek, amik 20 000 otthon tudnának ellátni árammal. De az energia itt az elektromotorokhoz kerül. Mindkét csavart külön elektromotor hajtja. Az irányváltáshoz egyszerűen leállítják az egyik csavart és beindítják a másikat. A lapátok szöge teljes mértékben állítható. Az álló csavar lapátjai éllel a menetirány felé fordulnak, hogy ne fékezzék a hajót. Ez a fajta hajtás jelenti a kétvégű komp működésének alapját, de egy ilyen nagy szerkezet esetében minden alkotó elem teherbírása elsődleges szempontnak számít. A motorok 21 000 lóerővel hajtják a csavarokat. Egy biztonsági berendezés percenként több százszor módosít a különálló dugattyúk mozgásán. A csavarok tengelyére is óriási erő hat. A speciális, olajjal töltött stabilizáló gyűrűknek köszönhetően a tengely nem deformálódik el a tekintélyes nyomatéktól. Az egyik hajócsavar az itt látható acélfal mögött forog. Azt sem volt olyan egyszerű megtervezni. A hajócsavarok egyik legnagyobb ellensége a korrózió. Annak is az egyik ritka formája. Egy ekkora hajócsavar sok buborékot és hatalmas víznyomást hoz létre. A tolóerőhöz mindez fontos is, de a buborékok annyira összenyomódnak, hogy túlhevülnek és szétrobbannak. Ezt a jelenséget kavitációnak hívják, és előbb-utóbb teljesen szétroncsolná a hajócsavart, ha az nem egy különleges öntvényből készülne. A Super C tervezői tehát gondoskodtak a mechanikus alkatrészek biztonságáról, de mi a helyzet az utasokkal? A tűz mindig is nagy veszélyt jelent a fedélzeten. A személyzet egy része tűzvédelmi kiképzést kap, de ha a fedélzeten tűz üt ki, az olyan gyorsan terjedhet, hogy a megfékezésére vajmi kevés idő marad. A sok ultramodern berendezés mellé egy speciális tűzvédelmi rendszert is kiépítettek, ami még a továbbterjedés előtt kioltja a lángokat. A víz hatékonyságát olyan oltógázokkal növelik, amik ártalmatlanok az utasokra és a személyzetre. A HyFog nevű vízpermetes oltórendszer kevesebb mint 5 másodperc alatt ki tud oltani egy tüzet, és a hagyományos rendszereknél 90%-kal kevesebb vizet használ. A szórófejek minden tűzveszélyes helyiségben ott vannak,
a vízbe nagy nyomású nitrogént vagy levegőt vezetnek, és a szórófejekből egy finom vízpára távozik. A pára nagy területet terít be, és a nyomás hatására a vízpermet a tűz magjáig hatol. Sikerének titka az, hogy az oxigént kiszorítja az égéstérből, így a tűz gyorsan kialszik. A rendszert a hő- vagy füstérzékelők hozhatják működésbe, de manuálisan is bekapcsolható. A személyzetnek másra is kell ügyelnie, például a többi hajóra. Nem lenne szép dolog elütni őket, ráadásul a kis hajók a nyomdok víztől is felborulhatnak. A komp teste is különleges kialakítású. A felső része széles, de az alatta lévő egészen keskeny, így kiválóan szeli a vizet. A komp 25 csomós sebességnél sem kelt hullámokat. A parancsnoki hídon egy modern navigációs rendszer segíti a biztonságos közlekedést és a pontos érkezést, bármilyen rosszak legyenek is a körülmények. A robotpilóta rendszer GPS-szel működik, és észleli a többi hajót is. Amikor a szigetek közötti szorosokon kelnek át, a tét óriási. Egyetlen elhibázott manőver, és a komp zátonyra fut. Ilyenkor a személyzet egyik tagja csak egy jelre vár, hogy behúzza a vészféket, azaz kiengedje a horgonyt. Ha a motor meghibásodik, a horgonyt azonnal leengedik, mire a komp megáll. De mi van akkor, ha a komp süllyedni kezd, és mindenkinek el kell hagynia a fedélzetet? Hol vannak a mentőcsónakok? Azok is ott vannak, csak nincsenek szem előtt, mégpedig azért, mert felfújhatók. Vészhelyzetben csúszdák fújódnak fel, és az utasok szépen lecsúszhatnak az odalent várakozó hatalmas mentőcsónakokba. Jelenleg nincs még egy olyan rendszer, amivel ennyire gyorsan lehetne kiüríteni egy hajót. A panorámát tehát nem takarja el a sok csónak, és az utasok sokkal többet látnak a tájból. A kompnak köszönhetően a tartománynak nem kell kifizetnie egy 40 km hosszú hidat. Ki akarna átlagos hidat használni, ha erre a hídra csak ráhajtunk, és átvisz minket a másik oldalra? Íme az Oshkosh Striker. Az egyedi építésű tűzoltókocsi, ami a világ számos repterén vigyázza az utasok épségét. Ha egy repülőgépet baleset ér, a Striker másodpercek alatt a helyszínre ér. A tűzoltókat megvédi a lángoktól, és gyorsan kioltja a tüzet, még akkor is, ha a közelben nincs tűzcsap. A torontói Pearson nemzetközi reptér a maga 5 kifutójával 18 négyzetkilométeren terül el. Évente 30 millió utas és közel 500 000 járat fordul meg rajta. Kiváló helyszín arra, hogy működés közben is lássuk a Strikert. Vajon mitől olyan különleges ez a kocsi? Lássuk, hogyan működik. Az itteni tűzoltáshoz nagy víznyomásra, fürgén és biztosan mozgó tűzoltó kocsira és tökéletes látási viszonyokra van szükség. A repülőgép üzemanyag sokkal hevesebben ég, ezért az átlagos tömlőnél jóval hatékonyabb eszközökre van szükség. A Striker tetején és lökhárítóján botkormánnyal irányítható vízágyúk vannak, amikkel akár 60 méterről is lehet oltani. A berendezés működése nem csak látványos, de igen hatékony is. A nagy nyomásról a járókerekes rendszer gondoskodik. A szivattyúba bejutó víz a járókerékhez kerül. A lapátok által kifejtett centrifugális erő óriási víznyomást eredményez. Az ágyúval egyetlen tűzoltó is féken tarthatja a lángokat. Ha pedig az égő üzemanyag a Striker közelébe kerül, a kocsi alatt működésbe lép az 5 szórófej, ami a Striker közvetlen környezetét biztosítja. A vízágyukhoz egy 17 000 literes tartály tartozik. Ennyi vízzel 25 nagyméretű vízágyat lehetne feltölteni.
nagy súlyt viszont gyorsan kell mozgatni. A repülőgép üzemanyag táplálta tűz több mint 1000 fokon ég, és percek alatt porrá éget egy géptörzset, ezért minden másodperc számít. Csak is egy gyors és stabilan futó kocsival lehet időben kiírni a helyszínre. Ám 50 tonna alumíniumot és gumit nem olyan egyszerű megmozgatni. A 950 lóerős motorral a Stryker 35 másodperc alatt gyorsul 85 km/órás sebességre. A fedélzeti navigáció megmutatja a legrövidebb utat a baleset helyszínére, és eligazítja a tűzoltókat a forgalmas reptéri pályákon. De a sebesség nem minden. A stabil futásra is ügyelni kell. A tűzoltók rendszerint padlógázzal sietnek a tűzhöz, ezért fontos, hogy a gumik mindig tapadjanak és a kocsi ne boruljon fel. A független felfüggesztéssel a kerekek külön-külön szabadon mozoghatnak. A kanyarodásban mindegyik kerék segíti a vezetőt. Ha a kocsi terepre kényszerül, a Stryker kienged egy kis levegőt a gumikból, hogy azok jobban tapadjanak. Nagy hasmagasságával pedig csekély az esélye, hogy bárhol is elakad. A vezető fülkében 7,5 négyzetméternyi üveg biztosítja a szabad kilátást. Holdtér szinte nincs, így nem sok dolog kerülheti el a vezető figyelmét. A tűzoltók kiszállhatnak és kézi tömlőkkel is végezhetik az oltást. Ilyen felszereléssel a Stryker rekordidő alatt oltja el a tüzeket. Az égő repülőből való menekülésre nem sok idő marad, de az oszkos Strykerrel az utasoknak sokkal nagyobb az esélyük a túlélésre.